Trumphoz fele megyünk. Nem lehet kocsival bemenni? Milyen hegy vagy szó? Nem az parkoló, de hát azt írt az internet, nagy parkoló. Nagyon lassan menj ott, szó. Az ember fejteni tőlsz? Tábla. Na, víztározó vagy, nézd, de só. Sótározó vagy mi. Kifordul egy a fánál, aztán nem látjuk. Egy kocsis út. De mennyi? Kacsák? Vagy mindenféle? Várunk arra, hogy eljussunk a parkolóig. De áll a sor. Párna sorál, ezt ránk. Talán megint mehetünk 5 métert. És felett. Itt még egy kis erdei ösvény, lesz a partig egy nagyon rövid. Na, reméljük ilyen szép is lesz. Esztránszem vagyunk. Pártan? Na, milyen kis hangulatos. Még jó, hogy a Noának nem kell lehajtani a fejét, csak a Gabinak. A Dabinak. Dabi. Mondd, Dabi, hova hoztál? Itt árulják a napernyőket, meg a vizeket, látod? Ebből van a biznisz. 10 euró a napernyő. És ki? Aha. No, előre vágtatott, vízre vágyik, nagyon meleg van. Noa a kisunokám, aki néz, az már tudja, igaz, hogy csak hátulról látjátok mindig. Ő pedig mellette a Dabi. A Noa szerint Dabi, egyébként Gabi a fiam. Na, és itt vagyunk Esztrencen, tömegnyomor. 8 euró kocsival a belépő. Gracias. Sí.
ti mondjátok meg, menjünk arra lejjebb. Ma augusztus, azt hiszem 9-e van, az biztos, hogy szerda. Itt vagyunk Esztrenszen. Eljöttünk egy kicsit nézelődni, strandolni. Ez egy egész szép kis strand. Jó nevű itt Majorkán, úgyhogy itt megálltunk, strandolunk egyet. Hétfő óta itt a fiam, egy hétig itt lesz velünk, úgyhogy most hárman vagyunk. Ő, a fiam, a kisunokám Noah, és én, mert a fiatalság, a lányom meg a vejem, ugye ők dolgoznak most. Akkor eljöttünk, még aludtak, mennek majd dolgozni délután. Van kedvetek, tartsatok velem! Egyébként gyönyörű, áttetsző a víz. Ott a helyünk, hoztuk a két széket, úgyhogy napernyőt is, de azt nem nyitottuk még ki. Nem tudom, meddig leszünk itt, majd kiderül. Egy pici tengeri fű van az alján, de hát ez semmi. Itt a lábam, csak áttetsző a víz. Várjál meg! Mivé jó kabóca! Áll a sor befele. Nonny Beach.
kis házat, nem? Milyen faluban vagyunk? Cactus Tony Monero, Moreno. Itt a kis utca neve. Ünnepély lesz, vagy volt. Bodega bár. Szép ez a templom. De jó, Maci, nézd! Triple restaurant. Figuérába vagyunk már, kiszálltunk a kocsiból. Jó lenne találni valami gyroszost, vagy valami normális kajáldát, ami nem a milliomosoknak van árba kitalálva. Tiszta homok vagyok. No, hát egy üveg ivóvízbe letusoltuk. Átöltöztettük. Őt nem eszi a só, de minket igen. Ó, de szép. Na, milyen helyre hoztalak titeket? Motorcsónakra ott? Nem rossz. Ah, de gyönyörű. Ott nincs krokodil. Fogd meg Gabi kezét, el ne essél.
Így lenézve, néz itt a víz. Citrom, meg maragúja. Milyen? Meg mangó, meg az enyém málna. Fincsi? Ott egy darázs. Napátom! Mumma! Sziasztok! Ma augusztus 9-e van. Milyen nap van? Szerda. Már úgy emlékszem, hogy bejelentkeztem délelőtt a strandról. Ugye már mondtam, hogy itt a fiam, hétfőn érkezett, egy hétig itt lesz velünk, és elmentünk hárman, Noah, a fiam meg én, egy kicsit kirándulni, strandolni máshova. Erről láttok is most bejátszást, szerintem már megvolt. Most értünk haza, épp hogy lezuhanyoztunk, és mielőtt hazajöttünk, hazafele bementünk a Mercadonába, vettünk pár dolgot, mutatom is nektek. Na hát, ezeket vettük. Először is, mert eltenném a hűtőbe, a Noának ezt a rakétás jégkrémet. 12 darab van benne, két ilyen kis, vagy három kis zacskóban, négyesével van csomagolva. És zacskónként, pillanat, be is teszem a fagyasztóba, ezt azonnal mondom. Így néz ki, és mindegyikben 4 darab van, és akkor ez a csomag így a dobozba, 1,70 €, 12 ilyen mini jégkrém. Akkor jégkrémből még ezt a szokásos 8-as csomagolásút vettük, ez 2,55 €, 8 darab van benne, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Ezt a szokásos fagyasztott csirke nuggets-t, ez 3,75 €, ez fél kilós. Na, ha a fagyókat eltettem, a fagyasztóba valót. Akkor ezt az uborkát vettem, 68 €, ezt a seri paradicsomot, ez 1,83 € a fél kilós, csirke szárny 3,90 €, 87, de a kilója 4,45 € egyébként a csirke szárnynak. A csirkemellnek kilója 4,49 €, ez 95, de a 4,26 €, és csirkemájat vettem 3,85 € kilója, a két dobozzal vettem, ez körülbelül 1 kiló a két doboz. Nem, 70, de a mindegy. A lényeg az, hogy 3,52 € kilója. Akkor a szokásos 4 sajtos pizza, 3,50 €, tudjátok, ez ilyen nagy, 58 dekás. Akkor ezt a 51%-ba teljes kiörlésű kenyeret vettük. Tegnap előtt vettünk ilyet először, és a Gabinak nagyon ízlett, úgyhogy ezt vettük megint. 1 €. Egyébként 63 deka, és ez 1,50 €. A joghurtok vannak, ez a Bifidus kókuszos, 1,30 €, akkor ez a vegyes gyümölcsös, ez nem tartalmaz hozzáadott cukrot, 1,30 €, akkor a gyereknek a szokásos csokoládés pudingja, hol van? 1,35 €, akkor ez a Philadelphia krémsajt, vagy sajtkrém, vagy mi. 2,5 €, nézem, csak nem látom.
€2.74, ez a nagy doboz, 27 dekás, €2.74. Azt mondja a fiam, hogy otthon sokkal drágább. Jó, akkor egy ilyen uzsonnás tasak. Ez 1 euró. Akkor ilyen pikáns pepperoni paprika. Töltött tömeg 12,5 deka. €0.30. Akkor az epres tejet, a gyereknek szokásos epres tej, 1 euró. Jó, nem látom. Nem találom a blokkon, de ilyen 1,5 euró körül van. Akkor sárga dinnye, kilója 2 euró, ez 1,5 kiló, 3 euró volt. Akkor a görög dinnyének kilója 79 cent, tehát a sárga dinnye 2 euró kilója, a görög dinnyének 79 cent kilója, ez egy 6 kilós volt, 4,75 €, remélem édes.